Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltvad Kerti Televízió. A következő fél órában a vadkerti krónikát látják, amelyből tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, térségünkben, illetve szűke pátriánkban. Mai műsorunk témái a következők. 2015 második felében zárul a térségben az ivóvíz minőségjavító program. A városi delegáció csertegőt vitt ajándékba Bodenhausenbe. 3000 látogató fordult meg a Szélrózsán. A borfesztivál idén is a bor és a sajt jegyében telt. A több mint 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással még 2009-ben indult nagyszabású ivóvíz minőségjavító program a térségben, amelynek köszönhetően 2015. január 31-ére a Kiskörös és térsége ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulás projekt csoportjához tartozó 15 települést egészséges ivóvízzel látják el. Februárban az évek óta tartó előkészületek után 12 településen ténylegesen megkezdődhettek a munkálatok. A három térségbeli város polgármesterei még csak most írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal a tervezői és a generál kivitelezői feladatok ellátására. Régen beszélgettünk már az ivóvíz minőségjavító programról. Mielőtt belevágnánk abba, hogy most éppen hol tart, egy kicsit elevenítsük fel azt röviden, hogy mekkora volumenű beruházás ez itt a térségben. Valóban régen, és amikor legutoljára beszélgettünk, akkor sokkal optimistábban nyilatkoztam, már ami a kezdést illeti. Sajnos a magyar közbeszerzési jogrend útvesztőiben ez a projekt is egy kicsikét elveszett, és túl sokan szóltak abba bele, hogy ez a projekt minél jobban és minél gyorsabban haladjon. De azt tudom mondani most már jó hírként, hogy minden településen, tehát a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Kiskörösi Üzemigazgatóságához tartozó mind a 15 településen most már valamilyen formában elindult a program. Ez azt jelenti, hogy 12 településen már ezek a környébeli kis települések, 12 településen már fizikailag folynak a munkák, ott már körülbelül egy jó fél éve, háromnegyed éve fizikailag is folynak a munkák. A három város tekintetében pedig a múlt héten kedden írta alá Kiskörös város polgármestere a társulás nevében a kivitelezési szerződést a nyertes kivitelezőkkel. Ugye ez egy közel 3 milliárd forintos projekt itt a térségben, ami azt a cél szolgálja, hogy minden egyes térségbeli lakó az Európai Uniós szabványoknak megfelelő ivóvízhez juthasson hozzá. Én emlékszem rá, hogy beszélgettünk arról, hogy voltak olyan kis települések, ahol már egész korán elindult ez a beruházás, ott már be is fejeződött? Van olyan hely egyáltalán, ahol már befejeződött? Ugye azzal, hogy valaki megnyerte, tehát a kivitelezők megnyerték ezt a munkát, onnantól kezdve indultak a tervezések, engedélyeztetések. Az engedélyeztető hatóságra is rászakadt egy hatalmas nagy feladat, mert 210-valahány településen indult el ez a mega projekt, aminek mi csak egy szelete vagyunk. Ezt két hatóság folytatja le, és ez most mind rájuk zúdult. Tehát a tervezések, engedélyeztetésekkel is komoly csúszások voltak, de valóban, tehát van olyan település itt a környékünkön, például Páhét tudom kiemelni, Solcent Imrét, ahol most már esetleg a régi vízműtelephez, hogyha kilátogat valaki oda, akkor már nagyon szép, új épülő, szépülő impozáns épületeket láthatnak, és minden településen valamilyen formában, hol már kutakat fúrtak le, hol épületeket építenek, hol már a hálózaton mosatócsomópont építések, tolózárcserék folynak, tehát már szépen haladnak a munkálatok.
akkor lehet azt mondani, hogy a három város kivételével tulajdonképpen már mindenhol folyamatban van a projekt megvalósítása? Valamilyen szinten mindenhol. Tehát valamilyen szinten mindenhol elkezdődtek a munkálatok. Lehet, hogy éppen valahol, például még az íróasztal mellett, mert egy területről kiderült, hogy ez nem is az önkormányzaté ez a terület, ezt most nagyon gyorsan intézni kell. Tehát valamilyen szinten mindenhol megépültek. A kivitelezők, ahogy kapják az engedélyeket, ahogy kapnak munkaterületeket, ők azonnal mozdulnak rá, és végzik a munkájukat. Ugye ez ivóvíz minőségjavító program, tehát ezek a beruházások éppen azért, mert hogy új lesz minden, ezzel fogják javítani az ivóvíz minőségét itt a térségben, vagy van valami más is, ami ezt javítja? Az a bizonyos szigorú EU-s előírás, az az arzénra, a borra és az ammóniára vonatkozik. De abban a pillanatban, hogyha arzént is kiveszünk a rendszerből, akkor már eltávolítjuk a vasat, meg a mangánt is. Meg fog szűnni az, hogy a csöpögő csap esetleg nyomot fogva a kádabba vagy a zuhanyzóba hagyni. Igen, tehát teljesen ki fogunk venni, érdekesen fogjuk várni a víznek az ízét. Direkt egy olyan technológiát választottunk, hogy ne kelljen agyonklóroznunk, ne kelljen agyonvegyszereznünk, tehát ott, ahol ammónia eltávolítást is fogunk végezni, ott úgynevezett biológiai járással fogjuk kivenni. Érdekesen fogjuk várni majd még mi is, hogy milyen ízű lesz, mert egyébként ezek a mi mélységi vizeink nagyon jó ízletes vizek. A tisztítási technológia végén azért biztos, hogy ez is meg fog változni egy kicsit. Soltvadkerten a meglévő vízmű gépházat fogjuk kibővíteni, hogy ott is ugye korszerű víztisztító berendezéseket lehessen elrakni. Soltvadkerten ugyanúgy ezek a mosatócsomópontok építések, a tolózárcserék, ott Soltvadkerten közel 1,7 kilométeres lesz az a rekonstrukció, amit előregedett hálózatot kell kicserélni, illetve ott egy kicsikét annyiból problémásabb vagy ne a helyzet, hogy a vadkertiek ezt tudják, hogy az úgynevezett bugyi dűlőnél van egy olyan vízadó rétegünk, ahonnan fogjuk majd a vizet kivinni, azt viszont be kell utaztatni a Bocskai utcai gépházhoz, ott meg fogjuk tisztítani, és a Bocskai utcáról pedig a víztoronyig el kell juttatni ezt a tiszta vizet. Tehát ez 7 kilométer új vezetéképítést fog jelenteni. Soltvadkerten még három kutat is fogunk fúrni, lesz, amelyiket majd eltömedékelünk. Ugyanez a konzorcium fogja végezni a munkákat. Annyiból talán a három város szerencsésebb, hogy a 12 másik településen, ahol szintén ezek a kivitelezők dolgoznak, kvázi már tapasztalatot szereznek, tehát reméljük, hogy zökkenőmentesen fognak történni a munkák. Akkor, amikor mind Soltvadkerten, mind Kecelen, mind Kiskörösön hozzáfogunk a vezeték építésekhez, illetve nagy valószínűsége vezetéképítéseket a kivitelező fogja csinálni, a vízmű szakemberei a csomópont és tolózára építéseket csinálja, akkor természetesen az önkormányzattal, a médiával és a lakosság tájékoztatásával fogjuk ezeket a munkálatokat elkezdeni. Sajnos ez azzal fog járni, igen, hogy időnként vízhiány lesz, de ezt át kell érnünk, közösen túl kell érnünk, mert a közös érdek az, hogy ez megvalósuljon, és utána egészséges és jó minőségű, jó víz legyen minden településen. Sokan azt beszélik, azt prognosztizálják, hogy a beruházás elkészültével emelkedni fognak a vízdíjak. Ez mennyire igaz? Ez egy érdekes kérdés. Valóban, amikor a beruházás elkezdődött, akkor az Európai Unió, mint minden keopos beruházásnál, ő azt tartja szem előtt, hogy ő, nagyon leegyszerűsítem, adok egy rakás pénzt nektek, hogy ezt megvalósítsátok, de utána ezeket a műveket fenn kell tartani. Ezeknek a műveket időnként pótolni kell. Erre készültek számítások, úgynevezett CBA számítások, amelyek kimutatták, és amikor a projekt elindult, és ezt már többször elmondtuk, hogy igen, ez prognosztizálva volt, 20 évre levezetve, hogy bizony, sajnos ezt a beruházást... Azt tévhit, hogy nekünk meg kell téríteni, nem megtérítjük ezt a 3 milliárd forintot, csak a 3 milliárd forintos vagyonérték amortizációját kell valamiből előteremteni, akkor, hogyha ezeket a berendezéseket 5-10-15 év múlva pótolni kell.
No, ezt a vízdíjba kell, hogy beépítsék. Ekkor jött ugye a kormánynak az a lépése, hogy most már a vízdíjat központilag fogják árszabályozni. A mi életünkben 3 hónap most azzal telt el, megfeszített munkával, hogy temérdek mennyiségű adatot kellett nekünk a Magyar Energiahivatalnak szolgáltatnunk, hogy mit, mi, miből, mennyiért állítunk elő, mennyiért dolgozunk, mennyiért üzemeltetünk, mennyi vegyszerköltségünk van, mennyi üzemanyagköltségünk van, és ők ebből ki fognak kalkulálni a legjobb tudomásunk szerint szolgáltatóként és víziközmű rendszerenként vízdíjakat. Szintén a legjobb tudomásunk szerint leghamarabb ezzel valamikor október-novemberben fognak majd kijönni. Ezt még mi sem tudjuk. Tehát az eredeti kérdésre azt kell mondanom, hogy meg kell az árhatóságnak felelni egy EU-s követelménynek, hogy ezen beruházások amortizációt be kell építeni az árba, de meg kell felelniük egy saját maguk által szabott törvényi előírásnak, hogy központi vízdíj meghatározás lesz, illetve arról nem is beszélve, hogy most már azóta rezsicsökkentés is van, és a víz és a szennyvízdíjak is 10%-kal csökkentek. Tehát felelősen én erre most nem tudok nyilatkozni, valamikor az országgyűlés ezzel októberben fog foglalkozni. Egy 1978-as építésű, a közelmúltban felújított Csettegőt vitt ajándékba a németországi testvérvárosba, Soltvad kert. Az ötlet onnan jött, hogy a tavalyi szüreti fesztiválon a Vadkerten vendégeskedő német delegáció Bodenhausen polgármesterének, Uwe Gansmüllernek nagyon megtetszett a helyi erőgép, azért Kőszegi László úgy döntött, hogy felújít egy 36 éves Csettegőt, és felajánlja a testvérvárosnak. A közel 1100 kilométerre fekvő délnémet településre a Csettegő nem saját kereken jutott el, szállítását Kévés Ferenc Soltvad kerti autókereskedő vállalta a trélerrel. Polgármester úr mit szólt ahhoz a felajánláshoz, hogy egy Csettegőt ajándékoz a gyártója Bodenhausennek? Igen, hát ez tavalyi évben a városavatásunk, illetve a várossá avatás 20 éves évfordulóján ért bennünket ez a nagy meglepetés, hogy Kőszegi László, aki típusbizonyítvány alapján kijárta azt, hogy a Csettegőt gyártani lehessen, és kijárta azt, hogy forgalomba helyezhető lehessen, hivatalosan is, ő ajánlott egy Csettegőt a városnak. Ezt akkor itt kiállítottuk, és volt a ünnepi programnak a része a Vadkerti tó partján egy szántó bemutató, illetve Csettegő bemutató, ami olyan jól sikerült, ott mindenki láthatta, hogy a német testvéreinknek mennyire tetszik a Csettegő. A német polgármester úr a létező összes Csettegőt kipróbálta, szakadó esőbe is úgy kellett hozni már, hogy most már kezdődik a következő program, és ekkor döntött el Kőszegi László, hogy nekik is, testvértelepülésnek is ajándékoznak egy Csettegőt, amit most ma indulunk el a Csettegővel Bodenhausenbe. Természetesen ez azt jelenti a valóságban, hogy kimegyünk az Autocent Kft.-hez, amikor Kévés Ferenc, az Autocent Kft. Tulajdonosa meghallotta azt, hogy a Kőszegi László adományozott egy Csettegőt a testvértelepülésnek, akkor fölajánlotta, hogy ő adományként ezt a Csettegőt trélerrel kijuttatja Bodenhausenbe. Valószínű este együtt fogunk indulni, pénteken 15 órára tervezünk Bodenhausenbe érni, és ott is a táblától szeretnénk 4 keréken gurulni Bodenhausen főutcáján a főtérig, és majd szombaton az ünnepi program keretében kerül átadásra hivatalosan is a Soltvad kertiek, illetve Kőszegi László ajándéka, adománya Bodenhauseni testvértelepülésnek. Ön volt az, aki itt Soltvad kerten sorozatban gyártotta ezeket a Csettegőket. Mondom, nem volt könnyű dolog abban az időben elfogadtatni egy ilyen járművet. Beszélt itt a sajtótájékoztatón ennek a nehézségeiről, elmesélné ezt? Hát a nehézségek akkor kezdődtek, mikor vizsgáztatni kellett volna, és akkor fogtunk annak neki, hogy típusbizonyítvány legyen róla, ugyan, mint olyan típusbizonyítvány, mint egy autóé, vagy motor, vagy traktoré,
és akkor az, amit elmondtam, amit említettem, ez elég nehézkes volt megcsinálni, de hát azért találtunk segítőre a akkori közlekedési múzeumba, vagy minisztériumba, bocsánat, és azért segítettek nekem ebbe, hogy akkoriba, és azért ki tudtuk járni. Beletellett egy évbe, vagy másfélbe biztos, de azért sikerült, és az utána már nem volt semmi gondunk. Valaki mesélte itt, hogy ebben a csettegőben minden benne van. A lovaskocsitól kezdve, különböző motorokig, minden csettegő egyféleképpen készült annak idején? Vagy hiszen ugye nem biztos, hogy be lehetett szerezni ugyanolyan motort? Hát amit mi csináltunk, amit én mondtam, hogy mennyit, az mind ugyanezzel a motorral készült, mind ugyanezzel a futóművel. Annak idején a Honvédség akkor kezdte leselejtezni a régi GAZ 69-eseket, azokat a régi orosz járműveket, ezek a fődarabjai mind azok. Tehát akkor még éppenséggel nem volt akkora gond, most már talán ilyen sokat nem nagyon lehetne gyártani, mert már nem igen van belőle, vagy nagyon borsos áron. Említette, hogy mennyit gyártott, hát ezt nem hallottuk még. Tehát abban az időben, amikor fénykora volt ennek a járműnek, mennyi volt a maximum, amit gyártott? Hát, úgy mondtam, a legtöbbet, amikor gyártottuk, havi 4 darabot. Havi 4 darabot. Van arról statisztikája, hogy összesen hány darabot készített itt Csótat kert? Nincs, nem is akartam, de azért tudom, hogy olyan 300-400 darabot. Most már így utólag. Azt is említette, hogy Pestre jártak ennek az alkatrészeiért. Mit tudtak ott beszerezni? Mindent, minden alkatrészt, a motorokat nem, azokat inkább ilyen vizes folyók menti településeken, ahol használták, mint említettem, szivattyúzásra, mert igénytelen valami volt, beindította reggel, aztán a benzin meg víz volt benne, akkor az ment. Hát ezek motorokat olyan helyen, autókat, amit bontottunk szét, azt még ilyen nagyobb városokban, például sokat jártam Fótra, akkor ilyen szivattyúk véget, mint mondtam, Dunántúl, vagy Tiszántúl, meg ezekre az észrekre jártunk jó sokat. A platója az tényleg lovaskocsinak a platója? Hát ez teljesen minden új, ebbe az váz, teljesen új alvázat csináltunk, tehát mind egyforma, mint ahogy mondtam, a típusbizonyítvány az kötelez arra, hogy van, és ezeket mindent, az egész alvázat, mindent mi újra csináltunk, azért mondjuk, hogy lovaskocsi, mert a lovaskocsi ugyanez, csak ló húzza. Most ezt lehet mondani, hogy motorizált lovaskocsi. Ez a csettegő most Németországba indul. Mit kell róla tudni? Kinek a tulajdona volt, egy néhány dolgot, amit fontos erről a szerkezetről elmondani, ha megosztana velünk? Hát ez Faludi Józsefnek csináltam akkoriban, már nem él. És a rendszám, meg a papírjai, minden a birtokomban van. Még ugyanúgy az ő nevén van. És őnek így gyártottam 78-ban. Akkor, mikor tehát a vizsgáztatás időpontját tudom pontosan, hát lehet, hogy előbb jártottuk, de ez 78. augusztus 10-én lett vizsgáztatva. Önnek volt csettegője? Volt, még van is. És használta a szőlőbe? Annak idején használtuk, hát nem nagyon szőlőbe, de azért valamelyest használtuk. És most igyekszem elspejzolni belőlük még, úgyhogy van még. Ami gyönyörűen szépen föl van újítva, bent áll a garázsban, olyan is, amit most újítunk föl, úgyhogy ilyenek, próbálok beszerezni egy néhányat, hogy ma még gyártatnak csettegőt? Ma nem gyártanak már senki. Senki nem csinál? Nem, hát nincs is igényre. Most van annyi, hogy olyan traktort vesz mindenki, amilyet akar. A nagyobb... Amit itt az utakon látni, azok mind a régi gyártmány. Csak a régiek, mind. Itt nem most, már 10-20 éve, 15 éve biztos nem gyártanak. De itt Sódvadkerten nem csak ön foglalkozott csettegő gyártással, gondolom, hogy azért többen is belevágtak. Így van. A Leocki Feri bácsi, aki kezdte az elsőt, ő keveset gyártott, utána elkezdtünk mi, azután Fogli András, Győri Zoli, Kugelman Péter, akik így valamennyiket csináltak. A Fogli András meg a Győri Zoli, azok ezeket nagyobb féléket gyártották már inkább. Mikor volt a csettegők fénykora? Meg lehet ezt pontosan határozni? Hát ilyen ez a 78-80, valahogy így 80-90-ig, de az már lefelé ment akkor nagyon. Tehát a 80 környéke. Mint mezőgazdasággal is foglalkozó embernek, biztos vagyok benne, hogy vannak csettegős élményei, vagy traktoros élményei, képviselő úrnak. Mesélne erről? Hát mi különleges helyzetben voltunk, mert tanyán születtünk, tanyán nőttünk fel, és
ott is a ló kiváltása már egy komoly gond volt akkori időben, és az akkori egyik szakszövetkezettől egy leselejtezett kis traktort, egy 3011-es Zetort, egy csehszlovák gyártmányú Zetort vasdarab áron megvettünk, és azzal indult a gépesítésünk. Így aztán nekünk a csettegős élet konkrétan a mi családunknál kimaradt, de mind a két nagyszülőmnek, mind az anya, mind az apai nagyszülőmnek volt csettegőjük, ez természetes eszköz volt akkor, úgyhogy én ezeken egész sokat dolgoztam, úgyhogy én mind a traktorokkal, mind pedig a csettegőkkel párhuzamosan ismerkedtem, meg néha bosszankodtam, mert azért ezek mégiscsak egy öreg motorból, tehát nem újak voltak ezek a motorok, a meghajtó egységek. A traktorok is már mondom leselejtezettek voltak, tehát az akkori TS-ek már nem használták. Mi ebből még aranyat építettünk, és nagyon sokáig tudtunk használni, de csettegők is rendszerint használt vízszivattyú motorok, lendkerekes vízszivattyú motorok voltak, amelyek már őrült sok üzemórát pörögtek ott állóhelybe a szivattyúk hajtásához, amelyeket utána beépítettek, és az ide ilyen-olyan gondok azért fölmerültek, de rendkívül nagy segítséget adtak a lóhoz képest. Gyakorlatilag, hogy ránéz ma egy csettegőre, akkor ez egy lovaskocsi ló nélkül. Tehát a ló helyett egy motor van, csak hát egy meghajtáson keresztül, hála Istennek, négy kerék meghajtású, tehát egy olyan hirtelen megnövekedett szállítmányozási és erőképessége van, amit egy ló messze nem pótolhatott. Ráadásul a lóval sok gond van, tehát a tartás és minden egyéb, és az istálló és az etetés és minden egyéb, ez egy gond. Még egy ilyen csettegőnél, hát ott a karbantartás azért jóval egyszerűbb. Ebben állhatott a népszerűsége annak idején? Az összetettségében. Tehát itt a térségbeli gazdálkodók, ugye tudjuk, hogy a szocializmus alatt nem kerültek bele az úgynevezett nagy kolhozosítási hullámba, mert itt gyengébb minőségű földterületeket és elaprózott területű földek voltak, és ez nem kedvezett a úgynevezett nagyüzemi állami gazdaságos vagy TSS termelésnek, és megmaradtak ezek a kisebb magángazdaságok egy szakszövetkezeti formában. És ehhez a gazdálkodáshoz nagyon sokféle munkaeszköz társult, párosult, és a csettegő gyakorlatilag összefogta és helyettesítette majdnem mindegyiket egyszerre. Elsősorban, mint mondtam, a lovat helyettesítette, hogy egy nyűgös állat helyett egy megbízható munkagép lett, ráadásul rakodófelület nagyon terhelhető, és könnyedén elment a legnehezebb sáros, vagy éppen homokos területeken is a meghajtásának következtében. Ez volt a szállítmányozás. Utána jöttek a fokozatok, hogy hoppá, akkor ezzel lehet permetezni is, hogyha még egy szivattyút ráhelyezünk, és azt is a motoron keresztül egy áttétellen meghajtjuk, akkor kiválthatjuk a permetezést. És utána jött a másik, hogy akkor lehet mögé egy hidraulikán keresztül, hidraulika emelőn keresztül egy tárcsát rakni, ami a gyomtalanítást végzi. Tehát jöttek egymás után azok a lépések, amelyek eddig egy elég nehéz kézi erővel volt csak megvalósítható, és ezt mind-mind folyamatosan kiváltott a csettegő. Tehát egy igazi ilyen multiván mondhatnák ma a igazi szót hozzá, hogy egy robotgép, ami multifunkcionális, a kézi munkaerő döntő többségét ki tudta váltani. Így, hogy már nem gyártják, és egyre kevesebben is használják, a lehetőség arra, hogy hungarikum legyen a csettegőből, ugye itt az értéktárak rendszeréről is beszéltünk, vagy beszéltek a sajtótájékoztató alatt, szóval, hogy mi lehet az útja ilyen téren a csettegőnek? Igen, hát a hungarikum törvény az értéktár törvényünk erre lehetőséget ad, és azt gondolom, hogy itt az alapoknál mi vagyunk itt, Soltvadkertiek, akiknek ezt meg kell indítani, tehát itt a helyi bizottságot létre kell hozni, a helyi értéktárat meg kell nyitni, és oda be kell vezetni a megfelelő történeti háttér megerősítésével, hogy igen, ez a csettegő ez olyan, hogy ezt itt találtuk ki Soltvadkerten, innen terjedt el, átterjedve egész Csongrád megyére, és egy nagyon pici Tolna megyére is, ott szintén ilyen ügyes gazdembereknek nagy szüksége volt ilyen típusú gépre, és azt gondolom, hogy a helyi értéktár után azonnal kezdeményezni kell a megyei értéktárba való bekerülését.
nem állítom, hogy az értéktárba, a magyar értéktárba ez fel tud kerülni, hiszen ez egy régiós, körzeti kuriózum, büszkeség, de én úgy érzem, hogy kellően megalapozott, hát a helyi az mindenképp, az nem is kérdéses, de a megyei értéktár, és akár a Csongrád megyeieket is lehet erre ösztönözni, hogy az ő értéktárukba is vigyük be. Ez már akkor nagy dolog. Itt már sokan elmondták, hogy milyen kötődésük van a Csettegőhöz. Az ön családjában mikor volt először Csettegő, az elsők között? A 70-es évek közepén vásárolta édesapám az első Csettegőt, most már 40 éve. Nem az, egy újabb típus még a mai napig is megvan. És mire használta a család, illetve most használja-e valamit? Annak idején ugye a Csettegő a lovasfogatot váltotta le, és gyakorlatilag szállításra használtuk, később a permetezésbe is be tudtuk fogni, mert szivattyút szereltük rá. Most már nem dolgozunk vele, már traktorokkal dolgozunk. Sok gond volt a Csettegőkkel? Tehát ilyen műszaki szempontból sokszor kellett szervizelni? Nem. Gyakorlatilag egy jól összeépített járműről volt szó, már jó ki volt kísérletezve, és használható volt, nem volt vele sok gond. Ugye említett, hogy ma traktort használnak, de ezért van otthon Csettegő valahol a fészer alatt? Van, a fészer alatt valóban van, csak egy újabb típusú már, de ezt nem adjuk el, az ott van a muzeális értéknek. Annak idején gyerekként ön vezethette ezt a Csettegőt? Mert hallottuk, hogy sokan ezen tanultak meg mondjuk autót vezetni. Igen, hát azt tudni kell, ez a Csettegőt, ezt kismotor jogosítvánnyal lehetett már vezetni, tehát 14 éves kortól már a soltvadkerti fiatalok már ezen gyakoroltak és dolgoztak. És ön is? Én is. Ez még hamarabb is, csak azt nem merem bevallani. A Vadkerti tó partján megrendezett Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozó a legnagyobb létszámú volt az elmúlt 20 évben. Az ötnapos programsorozaton nem csak a szórakoztató programokat látogatták a fiatalok, hanem a reggeli és az esti áhítatokat is. A következő percekben az esemény egyik szervezőjével készült beszélgetésünket látják, a koncertek közül pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetemen alakult formáció a Közel zenekar fellépését tekinthetik meg. Ma délben elérkezett a fél idejéhez a rendezvény, a Szél Rózsa. Ebből a három nap távlatából mit vettél észre, mi az, amit le tudtatok szűrni, milyen tapasztalatokat szereztetek eddig? Sok minden tapasztalatot szereztünk, például azt, hogy kell egy nagyon jó háttér, egy nagyon jó csapat, és akkor azzal itt sok mindent meg lehet oldani. Például a tegnapi kis viharban, ami itt jött, nagyon gyorsan, nagyon pikpak össze tudtunk pakolni, és mindenki rugalmasan vette ezeket a kis akadályokat is, de aztán elvonult, ma már sütött a napunk, szóval jól állunk, a programok is szépen haladnak, kisebb csúszásokat is egész jól meg tudunk oldani, és így egy jó csapattal sok mindenre lehet, és egy jó közönséggel, jó résztvevői stábbal, akik most itt vannak, megint csak sok mindent össze tudunk jól hozni. Mik a visszajelzések a résztvevők oldaláról? Hát mindig vannak olyanok, akik negatívan, nem minden felel meg nekik, de igazából sokkal pozitívabbak, mint két éve. Ugye ez egy két évente megrendezésre kerülő találkozó, ez már a tizedik. Két évvel ezelőtt is én voltam a koordinátor,
és hát azért sokkal jobb visszhangok vannak ahhoz képest, ott az étkezéssel, regisztrációval kapcsolatban hosszú sorok, ilyenek. Most ezek itt sokkal gördülékenyebben mennek, de az, hogy vannak negatív hangok, az nem lehet mindenkinek megfelelni, de úgy látom, hogy élvezik az emberek itt a tavat, a környezetet, a hangulatot, tehát az, hogy a vízből is lehet koncertet hallgatni, ez így nagyon jó a helyszín, és így nagyon jól össze tudja hozni ezeket a dolgokat. Vannak esetleg olyan programok, amiket ki tudnál emelni, amit különösen üdvözölnek itt a fiatalok? Hát most volt Flor Tomival egy beszélgetés, és arra azért egész sokan megmozdultak, és ott voltak. Kíváncsi leszek, hogy a koncertre is ott lesznek-e sokan. Igazából én főleg a raktárban vagyok, szóval nem tudom, hogy lementem már vagy sem. A Pál Feri atya előadásán is sokan voltak, illetve vannak ilyen kisebb fórumbeszélgetések, amiken így megint csak így megjelennek sokan, és így nem is gondoltuk, hogy de jó, hogy ennyien vannak. Ma hajnalban például volt egy ilyen hajnali csendesség, azt hiszem 3:45-kor. Tehát tényleg a kelő nappal együtt keltek az emberek, és ott voltak ott is nagyon sokan, megtöltötték a sátrat, nem csak így 3-4 ember, szóval az is talált magának közönséget. Érdekes résztvevőket említesz, például Fluor Tomit, őt hogy lehetett bevonni ebbe a rendezménybe? Egyáltalán mégis milyen kapcsolata van a kereszténységgel, vagy a vallással? Van-e valami kapcsolata, vagy ő egy külsős résztvevő? Vannak külsős zenekaraink, mint a tegnapi Ocsumacsú zenekar, illetve ma is az Indigo utcával jött Fluor Tomi, és akkor innen a kapcsolat, bár az Ocsumacsúban is vannak evangélikus gyülekezeti tagok, tehát azért megvan a kapcsolat. Fluor Tomiéknál pedig az Indigo Pista, Kovács István, ugye az egyik főszervezőnknek kedves barátja, és akkor így sikerült őket így jól beszervezni. Mit vártok még a következő napoktól? Hát napsütést, jó időt, kevés szelet, és ugyanilyen hatékonyságú gördülékenységet a programok terén is, és mosolygós résztvevőket mindenhol. Még egy dologra kíváncsi volnék, a helyiek háttértámogatására mennyire számíthattok? Nagyon, és ez nagyon nagy segítséget jelent. Tehát, hogy bármi kérdésünk van, mi már csak nevetünk ezen, hogy megkérdezünk egy helyit, hogy akkor lenne ilyen problémánk, akkor azt mondják, hogy nem baj, megoldjuk. És tényleg megoldódik minden. És így annyira jó így itt lenni, tehát, hogy ilyen szempontból is itt a strandüdülőház, a kemping, ugye maga az egész strand, az újbudai ifjúsági tábor is, tehát, hogy így mind-mind segítőkészek, mosolygósak, és mindig mondjuk, hogy hát kellene egy kis... Jó van, megoldjuk, összehozzuk, és így a résztvevők felől is az jön, hogy nagyon jó a kiszolgálás az étkezésnél is, rövidek a sorok, tehát azt is gyorsan megtudjuk. A Gilichné Márti is, Hári Miklós is mind-mind nagyon segítenek. Galántai Hilda, aki így összeszervezte itt a borutcát mögöttünk, és így idehozta ezt a sok helyi termelőt, nem csak a borosokat, hanem a pölöskei szörptől is vannak, a sibassajt, ha jól mondom, meg termelők is vannak itt. Szóval így nagyon jó, hogy megjelennek itt színesen is. Szerdán volt ugye a megnyitónk, akkor a polgármester úr is megszólalt, és egyszerűen annyira bíztató, annyira üdvözlő volt az ő köszöntése is, hogy itt tényleg Isten hozott minket, és nagyon örülnek, hogy itt vagyunk, és mi is nagyon örülünk, hogy egy ilyen befogadó környezetbe jöhettünk, és így ez mind a szervezés alatt jelen volt, mind most is megvan, jelen van, a polgárőrök vigyáznak ránk, tehát, hogy így teljesen mindenben élvezhetjük a helyiek támogatását, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Erősít szentelkedtem, jó gyümölcsöt várok,
Évek óta hagyomány Soltvadkerten a Borfesztivál, rendszerint július első hétvégén szervezik meg a rendezvényt. Idén sem volt ez másképp, a Vadkerti tópartján zajló kétnapos gasztronómiai rendezvény joggal magukénak érezhetik a szőlőtermesztéssel foglalkozó gazdák. Az ide látogatók sok helyi és környékbeli településen készített bor különlegességet kóstolhattak minden évben. Könnyű zenei koncertek, vásári bódék és finom ételek tették hangulatosabbá a Vadkerti tó partján megrendezett fesztivált. Nagyanyedről is megérkezett hozzánk egy delegáció. Hogy érzi magát itt nálunk? Ne simțim foarte bine. Este o delegație din partea administrației locale. Nagyon jól érezzük magunkat, a polgármesteri hivatal keretében jöttünk, és egybe velünk a borászok is. Hanyadik alkalommal járnak már itt Soltvadkerten, mert tudom, hogy nem ez az első. Este pentru a doua oară când sunt eu aici. Másodszor jövünk ide, és a sorvadkertiek is voltak nálunk, és reméljük, hogy még mi is jönni fogunk, és ők is jönni fognak hozzánk.
Azt tudom, hogy legutóbb nemrégiben Soltvedkerti delegáció járt Nagyenyeden. Arról az élményekről szeretném kérdezni a polgármester urat. Relațiile între Aiud și Șotvăchet sunt de 14 ani la nivelul școlilor. Este vorba de colegiul Bethlen Gábor și de 14 éve van ez a kapcsolat a Nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium és a Șotvăchetkerti liceum között, és a tavaly a Népzene fesztiválon vettek részt a Șotvăchetkerti delegáció, és reméljük, hogy ezen túl is többször találkozni fogunk. Hogy tetszik ez a sajt és bor fesztivál? Sikerült-e már sajtokat, illetve borokat kóstolni? Hát a borok nagyon finomak, eltörnek a miénkektől, de ennek ellenére nagyon finomak. Megkóstoltam sok fajta bort, és megkóstoltam a sajt típusokat is, és nagyon finomak, és hasonlítnak a miénkhez. Jövőre visszatérnek-e hozzánk erre a fesztiválra? Da, dacă o să fim invitați cu mare plăcere și... Nagyon szívesen, hogyha meg leszünk hívva, visszajövünk, de addig várjuk a sorvadkertieket, ami után a választások lejárnak, hogy szívesen vendégeljünk hozzánk. Az előbb sikerült bekukkantanom a sajtok közé, és nagyon-nagyon érdekes színvilágot és illatvilágot véltem felfedezni. Honnan érkeztek? Izsákról jöttünk Kecskemét mellől, Kecskeméttől 35 kilométerre van Izsák, mi ott dolgozunk, ott van a föld, ott van az üzem, ott vannak az állatok. Saját üzemről van szó? Saját üzemről van szó, ez az Alföldi Garabonciás Csemege Kft. Egy család munkája, egy család dolgozik vele már 2 évtizede, kisebb-nagyobb sikerrel, de ez a jellemzője a jelen világunknak. Elvisszük, ahova kell, ahova lehet, ahol igény van rá. Például ide is önökhöz, mert ez egy jó dolog itt önöknél lenni. És ez komolyan így van, most ez kamerán kívül, tényleg jó. Hát ennek nagyon örülünk. Milyen jellegű sajtokkal érkeztek? Mert látom, hogy nagyon különlegesek. Kézműves sajtokkal érkeztünk. Hosszan érlelt öreg sajtok ezek, speciális fűszerezések. Bár azt gondolom, hogy itt csak a képzelet szab határt, röviden tömören ennyi. Kecsketej, tehén és jó tejjel dolgozunk. Ezekből készült sajtjaink vannak itt. Nagyon érdekes a színvilágot vélek én felfedezni, hiszen látok pirosat, narancssárgát és zöldet is a természetes sajt szín mellett. Na ezek milyen fajták például? Tehén tejből készült sajtok. A zöld az a pesto fűszerei, pesto jegyei, oregano, bazsalikom, a tipikus fűszervilág, egy kis fenyő, mag, olívaolaj, és rengeteg petrezselyem zöldje van kisajtolva, az van hozzá dolgozva, még lágy állapotában a sajtészta még mikor lágy. De hát nem exkluzív ez, már csak azért sem, mert nagymamáink, dédmamáink idejében, ugye, télen menhesek voltak az állatok, kora tavasszal ellettek, bőtejet adtak, és gondolom én, hogy unták már az egyszerű dolgot, és tavasszal, kora tavasszal, miután a hó elolvadt, mindenféle zöld újjászületett, a zeller zöldje, a zöldhagyma, a fokhagyma, mindenki sarjat. És akkor ez régen volt, természetszerűen volt. A paraszti kultúrában, a magyar paraszt asztalán, pozitív értelemben, tehát a sajt az ott volt, és egy kicsit így tették változatossá. A piros ugyanez a fűszer, ugyanez a tej, tehát tején tej, a fűszer az ugyanez, csak asszalt paradicsom és céklával van színezve. Az asszalt paradicsom össze van zúzva, zsíradékban van beáztatva, összezúzva, sajtolva, és egy kis céklalé van hozzá dolgozva. És ettől nagyszerű. Bár én azt gondolom, hogy az egyszerű, természetes dolgok a ragyogóak, de hát próbálunk változtatni. Pontosabban visszanyúlunk a múltba. A sárgára utalván az egy öreg sajt, egy 3 éves sajt, 3 éven át érlelődött, és már kicsapódott az egyszerűség, például egy sonka, ugye minél tovább érik egy sonka, már nem vörös, hanem már bíbor, már átmegy kékbe. Ugyanez van a sajtnál, ezt gondolom én. Mi a közönség kedvenc?
közönség kedvenc, hát a garabonciás csemege, a garabonciás. Szeretik a sajtjainkat, szeretik, megtalálhatóak a Tesco-ba, Metro-ba, Lidl, CBA, a lágy sajtok, a lágy termékeink, lágy kecske sajtok, fűszerezett kecskerudak, füstölt kecske sajt, natur kecske sajt, olívaolajban, zöld fűszerezett kecskegolyó, paprika, savanyított paprika, kecskesajt krémmel töltve. Ezeket nem tudtuk elhozni, nem tudjuk elhozni az időjárás miatt, ugye nagyon meleg van, ezért hozzuk az öreg sajtokat. Ha már bor és sajt fesztiválról van szó, akkor elmaradhatatlan a kérdés, sikerült-e helyi borokat már kóstolni? Persze sikerült, igen. Vannak itt ragyogó borok, ugye a polgárpincészet van itt, itt van a Kovács harmadféle pincészet, rendkívül jó boraik vannak, különösen kiemelném a Kovács harmadféle társaságot szívvel, lélekkel, ősidők óta, és egy család élete tűnik föl ebben a történetben. Nagyon jó látni, hogy ilyen színes a felhozatal itt a Bor és Sajt Fesztiválon Soltvad kerten. Honnan érkeztek? Hát mi a Móri borvidékről jöttünk, ezen belül a Mort képviseljük. Tudni kell, hogy valamilyen szinten a Soltvad kerthez Mornak köze van, mert minden második évben megtartjuk az országos borversenyt. Ez egyik évben Móron van, következő évben általában a Soltvad kerten. A Gessler családi pincészetről mit lehet tudni? Mióta működnek önök? Hát, édesapám kezdte a vállalkozást, sajnos ő már nincs közöttünk. Bátyámmal folytatjuk ezt a tevékenységet. 28 hektár szőlőt művelünk tulajdonképpen, és van egy nagyon szép pincészetünk, ahol vendégeket is tudunk fogadni. Milyen lesz az idei évjárat? Hogy tűnik? Hát az idei évjárat szerintem termésben kétharmada lesz az előző évnek, és ezért bizakodunk, hogy jó minőséget fogunk születelni. A mostani fesztiválról mik a benyomások? Azt azért látjuk, illetve többen is elmondták, hogy nyilván egy picivel kevesebb az ember, de mégis milyen a hangulat? Hát ahogy elnézem, a hangulat nagyon jó. Mégis az első évben vagyunk ezen a rendezvényen, de majd meglátjuk a következő években, hogy lesz. Milyen borokkal érkeztek erre a fesztiválra? Móri borokkal, és ezen belül az Ezerjót reklámozzuk nagyon, a Móri Sardonnét, de hoztunk természetesen Zenitet, a Zenit az Ezerjónak a kis testvére, de rozénk is van. Melyik a legkelendőbbek, illetve a legnépszerűbbek? Hát azért mindenki az Ezerjóra a legkíváncsibb, de ez egy természetes dolog, mert a Móri bornak az ásztorsborra az Ezerjó, de úgy vagyunk vele, hogy nem csak egy bort tudunk készíteni, hanem szeretnénk bemutatni a többi borainkat is. Mennyire találják meg önöket esetleg a fiatalok, vagy a hölgyek? Hát ezen a rendezvényen a fiatalok nem igazán találnak meg, de érdekes dolog, hogy akár merre megyünk, ott nagyon megtalálnak a fiatalok, mert a fiatalok a félszáraz, félédes borokat szeretik, és azok is vannak a pince tulajdonában, és nagyon megszerették ezeket a borokat. Sajtokat sikerült-e már kóstolni? Nemrég kóstoltuk, és nagyon finom volt. Jövőre esetleg visszatérnek hozzánk? Szerintem biztos, hogy visszajövünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Villányi Borvidék is képviseli magát ezen a fesztiválon. Hogyan érzik magukat itt nálunk? Nagyon köszönjük szépen, nagyon jól érezzük magunkat. Igazi családias fesztivál, nagyon sok emberrel, meg jó idővel is. Milyen borok jellemzőek a Villányi Borvidékre? Melyek azok a fajták, amelyekkel most eljöttek hozzánk? Hát Villányban elsősorban vörösborok a jellemzőek, mi is vörösborokat hoztunk, hát egy rozét, illetve vörösborokból hoztunk portugízert, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, illetve egy házasítást is. Mennyire fogynak ezek a nemes nedők? Hát elsősorban könnyebb borok, most azért a rozé fogy jobban, a vörösborok meg a nagytestű vörösboroknak sajnos nem most van az ideje, mert ez a nagy melegben azok nem olyan üdék, hogy azokat olyan könnyen lehetne fogyasztani most. Erről a Kovács harmad pincészetről legyen kedves egy kicsit mesélni, gondolom családi pincészetről van szó. Igen, egy teljesen családi pincészet. Mi két borvidéken dolgozunk, a pécsi borvidéken, ott elsősorban a fehér borokat készítünk, illetve a villányi borvidéken, ott pedig a vörös boraink készülnek. Hát 2000 óta működünk ebben a felállással, elsősorban palackos borokat készítünk. Hát megvan szerintem nem olyan túl nagy méretekbe, de mit tudom, 6 hektárnyi szőlőterületet művelünk, és illetve annak a termése dolgozunk föl és értékesítjük évről évre. Hanyadik alkalommal járnak nálunk? Itt most a második alkalommal vagyunk itt a Soltvad kerti borfesztiválon. És hogy érzik magukat? Nagyon szépen köszönjük, nagyon jól érezzük magukat. Sikerült-e már helyi borokat kóstolni, és hogyha igen, akkor melyeket? Mik a kedvencek? Hogyne, kóstoltunk mindenképpen. Most is, meg az elmúlt évben is, mikor itt jártam, ugye megkóstoltam az illatos fajtákat, a cserszegi fűszeres, hirsaolajat, illetve az ezerjót is megkóstoltam. Meg aztán nekem az illatos fajták tetszettek jobban. Lehet, hogy azért, mert talán azok közelebb állnak hozzám, de egy könnyebb, üdébb, ebben a szép időben meg talán még kedvesebbek is most.
Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika. Ha lemaradtak a mai adásról, akkor az ismétléseket megtekintetik Solt-Vadkertváros honlapján, illetve a YouTube-on, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt-Vadkerti magazinnal.